Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves barátaim! Hagyományunkhoz hűen ma ismét összejöttünk, hogy Nagy Imrére, a mártír miniszterelnökre emlékezzünk. Ezen alkalmakkor a pillanat mindig ünnepélyes, mert hazánk egyik legfontosabb sorsfordítója előtt kell tiszteletünket lerónunk. És persze emlékeznünk kell a hétköznapi emberekre. A pesti munkásokra, a somogyi hazafiakra, akik magukért, közösségükért kiálltak, és kiálltak az igazukért, belső értékeikért, és vágyott, és megérdemelt európaiságukért. Egyszerű somogyi polgárok voltak, Nagyatádról, Zamárdiból, Balatonföldvárról, Kaposváron, hétköznapi emberekként indultak el otthonról, és a nap végére hősökké váltak. Ma előttük is tisztelgünk. Ám miközben leróljuk tiszteletünket, tanulnunk is kell példájukból. Követnünk kell azok példáját, akik nem ismerték a félelmet és a megalkuvást. Mert ma ismét egy olyan országban élünk, ahol a hatalom birtokosai a félelemre és a megalkuvásra építik rendszerüket. 1956 egyik nagy tanúsága, hogy választanunk mindig lehet. Nem kell elfogadnunk, hogy fenyegetik azt, aki kimondja az igazságot. Rajtunk múlik, hogy mit engedünk nekik. Barátaim, a héten siófoki barátaink sorra kapták a gyanúsítottként idézést, majd rabosították őket, csak azért, mert megosztottak egy siófoki fideszes korrupcióról szóló Facebook posztot. Értitek, hogy hol érünk? Ez olyan, mintha azért vitték volna el őket, mert valamiről beszélgettek. Meddig hagyjuk, hogy gazemberek megfélemlítsenek bárkit? Kiállunk-e értékeinkért, egymásért és az igazságért? Mert ha igen, ránk mindig számíthattok. Hát nem pont ez az a rendszer, ami ellen az emberek 56-ban fellázadtak. A hatalom akkor is, mint most, manipulált, megfélemlített és uszított. A hatalom akkor is magának akart mindent, elvett földet és trafikot, akár csak a mostaniak. A hatalom akkor is egy keleti nagyhatalomhoz dörgölődött, ugyanúgy, mint most. Rajtunk múlik, hogy engedjük ezt, vagy azt mondjuk, elég volt. És ehhez nem kell mindig hősnek lennünk. Néha elegendő csak embernek maradni. Nemrég egy barátom fölhívott, és mindenféle jelzőkkel tarkítva szitta a migráns hordát, mert hogy másfél órával később ért haza miattuk. És megkérdezte, hogy mit szólok én ehhez. Mit szólhatnék, mondtam. Te szerencsésen hazaértél, mert volt hova. De ők vajon hazaérnek-e bármikor? Emlékeztek a két kisfiúra? Aylin és Galip Kurdira? Akiknek a holttestét a török strandon mosta ki a tenger. Az egyikük 3, a másikuk 5 éves. Testvérek voltak. Ők már soha nem érnek haza. Őket és az életben maradt társaikat kéne gyűlölnünk? És mielőtt bárki félreérteni, miről beszélek? Nem azt szeretném, hogy százezrek káoszban voruljanak keresztül Európán, mert kell a rend és a biztonság, de nem kell a gyűlöletkeltés, a megbélyegzés, a félemlítés. És főleg nem kellenek olyan gyalázatos vezetők, akik azért keltik a félelmet, szítanak gyűlöletet, hogy elviselhetetlen korrupciójukról, gazemberségükről vonják el a figyelmet. Ha európaiak vagyunk, akkor a közös értékekért, a közös érdekekért kell, hogy kiálljunk. Ha valamiféle félázsiaiak vagyunk, félázsiai fejlődési modellt szeretnénk, akkor kedves vezetők mellett kell kiállni. Ma is lehet választani, kedves barátaim. Mint ahogy választani 56-ban is lehetett. Megyünk az utcára, vagy meglapulunk.
ma is lehet óvatoskodni. Kimértnek lenni, de akkor ki mondja ki az embereknek? Ki mondja a szemükbe, hogy hazudnak nektek, hogy aljas módon használják föl félelmeiteket? Barátaim, becsüljük meg, amink van. Becsüljük meg emlékeinket, becsüljük meg történelmünket. És becsüljük meg a pillanatot, melyet együtt élhetünk át. És becsüljük meg magunkban az igazság mindig égő lángját. Ez az a láng, amely utat kell, hogy mutasson. Ez az a láng, ami átvág a történelmen, és megtalálja az 56-os forradalmárok útját. És adja Isten, hogy nem hősként, hanem demokratikus magyar választópolgárokként léphetünk erre az ösvényre. Kedves barátaim, a hősök nem születnek. Hősöket a történelem avat. Én tudom, a gyerekeimnek, Emmának, Sárának, Dávidnak nem egy hős apára van szükségük. Nekik egy igaz apára van szükségük. Olyanra, akitől, ha majd egyszer a történelemkönyvre rámutatva megkérdezik, hol voltál, mit tettél ekkor, apa? Akkor az apjuk nyíltan a szemükbe nézve elmondhassa, Kaposváron voltam, igaz emberekkel. Kaposváron beszéltem hazafiakhoz, a véleményemről, a szabadságról, 56-ról. És kértem, hogy emlékezzünk azokra, akik kiálltak a hazáért és az igazságért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.